No. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a szokásos éves könyvespolc túra videó lesz, ami idén azért lesz kicsit relevánsabb, mint hogy ugye új polcaim vannak egy ideje már. És ti ezeket még ennyire részletesen nem láttátok. Valamint ezen kicsit több rendszer van, mint a régi polcomon, ami ugye egy darab volt, és arra kellett így a könyveket föl szorítani, nyomorgatni. Tehát ott nagyon sok változás úgy annyira szerintem nem volt így évről évre. Na de most ez egy teljesen új élmény lesz mindenkinek, nekem is, főleg, hogy ezek baromi magas polcok, tehát nem tudom, hogy a legfelső polcokat ezt itt hogy fogom felvenni, de majd valahogy megoldom, mert hogy ez magasabban van, mint a réginek a legfelsője. Na most közérdekű ilyen előzetes ilyen információ. Szóval ez egy 4 polcból álló rendszer, és mivel a polcmagasítók is rajta vannak, ezért 2, 4, 6, 7 részből állnak polconként. Mindegyik rész egyforma magas így soronként, úgyhogy azzal így nem variáltam. Na most, amit tudni kell, az, hogy az a polc, ami erre van és nem látjátok, azon a polcon nincsenek könyvek, szóval azt a polcot nem fogom mutatni, mivel amikor én ezt a polcot megvettem, direkt a legnagyobb polcot megvettem, ami elérhető volt, pont azért, hogy később ne legyen hely problémám, legalábbis most egy ideig a polc hely ki van maxolva, tehát azért látszódik, hogy elég szellősen vannak rakva a könyvek. Valamint, tehát ugye azt a polcot nem fogom mutatni, a régi polcomon szintén nem könyvek vannak, illetve gyakorlatilag, mivel tényleg annyi helyen van, mindegyik polcnak a legfelső, amit szintén nem láttok, most főleg azt nem is szoktátok, az még én se érem fel azt a polcot, tehát azon nincsenek még könyvek a legeslegfelső soron, illetve a legalsón sincs. Mármint vannak ott könyvek, de azok az én könyveim, mint csomagolva ötösével, azt hiszem, tehát azok az otthon tüzei, azt hiszem. Mindegyik. Igen. Tehát hogy az nem ilyen könyv, hanem az a saját könyvemből, ami nekünk itthon van raktáron. Azt tároljuk a legalsó polc szintemen, meg apa könyv apájéből van néhány, szóval, hogy azt se fogom mutogatni nyilván, mert az nem a könyves polcom része, így mondjuk. Igen, tehát így gyakorlatilag 3 polcot fogok mutatni, és a 3 polcon belül pedig 2, 4, 5 sort. Ezeken vannak a könyveim. És akkor most mindjárt kitalálom, hogyan fogom a legfelső polcokat levideózni, de hát akkor csapjuk is bele. Hát ez így baromi veszélyes, még jó, hogy senki nem látja. Oké, szóval akkor kezdjük ezzel az egyes számú polccal. Mint látható, ezen a polcon a Puffin Children's Classics sorozatba tartozó köteteimet tartom. Illetve itt van egy himalai cézdrus és jázmin illatú Aurora Candle Company gyertya. Amúgy csak ilyen gyertyák lesznek a polcomon, ami illatgyertya. Aztán itt van a szokásos kis pacis persejem. Jó, és nem merek itt nagyon zsonglőrködni. Jó, akkor nézzük a könyveket. Szóval van egy Anna Sewell-től a Fekete szépség, Robert Louis Stevenson-tól a Kincses sziget, Charles Dickens-től a Karácsonyi ének, Frances Hodgson Burnett-től a Padlászoba kis hercegnője, L.M. Montgomery-től az N otthonra talál, Louisa May Alcott-tól a Kisasszonyok, G.M. Barrie-től a Pampéter, Roald Dahl-tól a Matilda, Jack London-tól a vadonhívószava, valami ilyesmi a magyar címe, azt hiszem, E.B. White-tól a Malacapácban, Rudyard Kipling-től a Dzsungelkönyve, Roger Lansley Green-től a Robin Hood kalandjai, talán ez a magyar címe, nem tudom pontosan, és az utolsó könyv ezen a polcon, szintén Frances Hodgson Burnett-től a Titkos kert. Szóval ez volt az első sor
Jó, mivel nem akarok folyamat méretet állítgatni, azért így a felső így soronként fogunk haladni. Ez itt a második polcon az első sor. Ez szerintem kitalálható, hogy itt a rendezési elvhoz az volt, hogy Tolkien könyveit. Szintén illatgyertya, nem tudom, befókuszál, remélem, mert innen nem látom. Ez az erdei menta nevet viseli, és van itt nekünk egy Funko Pop Legolaszunk. Itt ezt már láthattátok is, hogy van egy Beren és Lúthien, aztán a Hobbit, itt van a Gyűrűk ura három kötettel, tehát a Gyűrű szövetsége, a Két torony, a Király visszatér, hangsúly levisz, és egyelőre az utolsó Tolkien könyv ezen a polcon az a Karácsonyi levelek. Na, hogy vagytok? Ilyenkor mindig valahogy nem sikerül őket visszarakni, jó? Jó. Oké. Okay. Szóval akkor ez a Tolkien polc. Jézus, mozog a parkett, tök jó, tök ferde a kép is, de hát örülök, hogy egyáltalán megáll a kamera jelenleg. Ez az utolsó polc a sorban. Ezen a polcon nagyjából ilyen middle grade könyvek vannak. Gyerekkönyvek. Nagyjából ez volt a rendezési elv, fogjuk rá, nem tökéletesen, meg nem csak ide, tehát ez nem az összes gyerekkönyvem, csak ilyen mindenféle módon rendezgettem őket, ahogy éppen tetszett. Van egy Dobbing. Erre, ide rá. Szóval van itt egy Dobby, egy Funko Pop Dobby. Oké, azt hiszem rajta van. Egy ilyen kis Lego Dobbing. Mécses tartó cucli. Csak ezzel támasztom a könyveket. Illetve, ami még nem könyv, az egy fényképalbum, de ez csak úgy itt van. Könyvek! Jó. Akkor könyvek közül itt van Tóth Klaudiától az Emma az utazó, a botrányos Meseország mindenkié, mármint azért botrányos, mert botrány volt körülötte, nem azért, mert rossz. Igen, aztán Elizabetta Gnontól az Olga a papírlány sorozat első része a Különleges utazás, második része a Jum a sötét szerzet, Maurice Karém, talán, ő azt hiszem, hogy francia, belga szerző, szóval fogalmam sincs, hogy kell kimondani a nevét, ez az Üveggolyó című kötet, Dobó Dorottyától a Zapumai kóbor villamos, Kate DiCamillótól a Flóra és Odysseus talán magyarul, Sárközi Zsolttól az Egy cseppnyi élet első kötet Ki vagyok. RJ Palacio-tól a Wander, az igazi csoda magyarul. Aztán a Nevermore sorozat első része a Nevermore Morrigan Crow 4 próbája. Második rész a Csudaméves Morrigan Crow bajós öröksége. És a harmadik rész a Camphor Corps Morrigan Crow nagy dobása. Szóval itt van a Shadow Magic sorozat két része, amiben az a poén, hogy három éve próbálom megvenni az utolsó részt, és azóta nem találtam meg ugyanezzel a borítóval, úgyhogy nem tudom azt, mikor fogom elolvasni. Szóval az első rész a Shadow Magic, és a második rész a Dream Magic. Ez a könyv egy időben ki volt itt fordítva, de azóta kicsit több cucc lett rajta. Ez Kelly Bunhill-től a Lány, aki holdfényt ivott, Aytül Akaltól a Léggömbök a magasban, Rick Riordantól a 39 kulcs sorozat első része, a Csontlabirintus. Van itt egy Lengyel legendák és népmesék című kötet, Hétvári Andreától a Pettyes katicám, gyermekversek minden évszakra, Nur Itzözütől a Csingisz kalandjai a nappal, Spiderwick krónikák első része a Manók könyve, ezeknek amúgy nem tudom a magyar címét, úgyhogy inkább a többinek felolvasom. A The Seeing Stone a második rész, a Lucinda's Secret a harmadik rész, a negyedik rész a The Ironwood Tree, és az ötödik rész a The Wrath of Mulgara. És csodálatosan befénylenek, ahogy látom, na mindegy, bocsi. Illetőleg itt van szintén Spiderwick krónikák, csak hát ez a folytatás, a második sorozat, vagy spin-off sorozat, ami meglepő módon a magyar kiadás ugyanakkor, mint az angol kiadás, pedig két különböző sorozatról beszélünk azért. Ez az első rész a Vízi tündér dala, a második rész a Behemót veszély, szintén csodásan befénylik, de jó. És a harmadik rész a Végső küzdelem. Szembe van az ablak, úgyhogy be fognak fényleni, bocsi. Na hát akkor ez volt a legfelső soron az utolsó. Jaj, megmozdultam rész. Igen, lejjebb már stabilabb lesz a kamera, csak... Igen. Oké,
következő polc, ez a föntről nézve a harmadik sor, de igazából csak a második, amin könyvek vannak. Ez itt eléggé sárkányos polc, illetőleg Cressida Cowell polc, illetőleg van rajta egy kakukk tojás, ami azért került ide, mert pont kitöltötte a maradék helyet, és ugyanakkora, mint a többi könyv. Először is itt szintén van egy gyertya, ez még továbbra is Aurora Candle-ös, ez az óriás üreg csukor nevet viseli. Már megszokhattátok, hogy a fogatlan gyurma szobrocskám itt van az Így neved a sárkányodat könyveknél, illetve a másik fogatlanom is ide került, miután átköltöztem, és ez lett az új polc. Őt szerintem nem nagyon láttátok, de igen, ő ilyen, hát az a bajom, hogy fekete, úgyhogy szegényből sokat nem láttok, de hogy ő ilyen levegőn száradó gyurmából készült. Először itt van a Wings of Fire sorozat két box setben, ez nem a teljes sorozat, csak az első 10 rész. Wings of Fire sorozat első rész a The Dragonette Prophecy, második rész a The Lost Heir, harmadik rész a The Hidden Kingdom, negyedik rész a The Dark Secret, és ötödik rész The Brightest Night. Következő öt rész a Wings of Fire-ből, a hatodik rész a Moon Rising, hetedik rész a Winter Turning, nyolcadik rész Escaping Peril, megáll, jó. Kilencedik rész Talons of Power, tizedik rész a Darkness of Dragons. Jó van, túlélte, srácok, túlélte. Ki vagy, nem élte túl? Szegényeket így is meggyepálta az Amazonnak a futárszolgálata. Igen, tehát, mint látható, ez a boxet, ez ilyen csodálatos állapotban érkezett hozzám. Thanks Amazon, még egyszer, de mindegy, a könyveknek akkora baja nem lett. Mondjuk most háromszor leejtettem őket, úgyhogy most már lehet van bajuk. Na, akkor, ahogy már megszokhattátok, Így neved a sárkányodat sorozat. Nem tudom a magyar címeket, úgyhogy angolul mondom. Első rész How to Train Your Dragon, második rész How to Be a Pirate, harmadik rész How to Speak Dragonese, negyedik rész How to Cheat a Dragon's Curse, ötödik rész How to Twist a Dragon's Tail, hatodik rész A Hero's Guide to Deadly Dragons, hetedik rész How to Ride a Dragon Storm, nyolcadik rész How to Break a Dragon's Heart, kilencedik rész How to Steal a Dragon's Sword, tizedik rész How to Seize a Dragon's Jewel. A tizenegyedik utolsó előtti rész a How to Betray a Dragon's Hero, és az utolsó rész a How to Fight a Dragon's Fury. Aztán van itt nekünk egy Wizards of Once sorozatunk, abból is már megvan minden rész, de még csak az elsőt olvastam. Tehát az első rész szintén Cressida Cowell-től a The Wizards of Once, a második rész Twice Magic, a harmadik rész a Knock Three Times, és ennek a sorozatnak az utolsó része a Never and Forever. Ezen a polcon pedig az utolsó könyv Smal Rózától a Nagyfolyók Haragja sorozat első része a Ladan könyve. Oké, ezen a soron a második polc, hát ez a lovas könyvek részleg, nem tudom, kitaláltátok-e ránézésre. Itt van egy ilyen kis kézi készítésű, saját készítésű főnix szobrunk. Vagy nekem van egy szobrom, igen, és van rajta egy ilyen kis masni, ez csak így random rajta van. Nem tartozik szorosan hozzá, de csini. Csini főnix. Ja, és illetve van itt egy ilyen Pez cukorka adagoló, ami hát szilajos, de én ezt nem tekintem szilajnak, ez impostor szilaj, ez nem igazi szilaj, ez nem az a szilaj, aki a gyerekkoromban volt, hanem ez az új Dreamworks-ös sorozatos szilaj, és én őt nem, ő nem, de mindegy szilaj. Igen, és lesz ezen a polcon valami, ami nem könyv. Először is, itt vannak az én könyveim, jaj, de jó, hogy látszik, hogy a fejem árnyékol, szuper, az első rész a futótűz, a sárkánytűz, harmadik rész az őrzők tüze, és a negyedik rész az otthon tüze. Itt van Nicholas Evans-től a suttogó, Michael Morpurgótól a hadak útján, Elin Mitchell-től a The Silver Brumby, Margaret Henry-től a Misty of Chincoteague, az Impostor, ami ugye nem könyv, ez az egyetlen DVD, amit a tulajdonomban tudok, nyilvánvalóan azért, mert szilaj. Na ez szilaj, az új Dreamworks-ös sorozat, film engem nem érdekel, az nem ez a szilaj, az mindegy, nem megyek bele, hosszú lenne akkor ez a videó, nagyon. Ez a szilaj. Ezt nézzétek, ha szilajt akartok nézni.
És most jövök rá, hogy hazudtam, mert van még három könyv, ami nem lovas, mert ide fértek föl, ez a, és így nem kellett messzire tennem őket a többitől. Ez Rick Riordantól három Companion Book kiegészítő kötet a Percy könyvekhez. Az első a Percy Jackson és az Olimposziak, a The Demigod Files, aztán az Olympus hőseihez tartozó The Demigod Diaries, és a harmadik az egy Kane Krónikák, Percy Jackson crossover kötet. Ebben három történet van a Kane Krónikák főszereplőivel és Percyvel és Annabeth-szel, ez pedig ugye a Demigods and Magicians címet viseli. Neked meg le fogom festeni az orrod. Igazi szilaj kell, hogy legyél. Szóval ez volt a lovas polc, tehát mit láttátok, nem csak lovas könyvek vannak rajta. A következő polc az utolsó a sorban, hát disztópia polcnak indult, aztán ezen is van két könyv, ami nem disztópia, de mindegy. Van itt egy piton, egy mini aurora gyertya, Lilium az esőben illatosítású. Hát most nem tudom, hogy két kristály, vagy kavics, vagy hát inkább kristály, az egyik biztos, mert ez rózsakvarc, a másik az nem tudom. Kép, de azt nem fogom közelebb hozni, illetve könyvjelző tartom, tele könyvjelzővel, itt is könyvjelző. Na hát ugye kapásból ez nem disztópia, hanem fantasy. Huszti Gergelytől a Mesteralvók hajnala, és a Mesteralvók sorozat második része a Mesteralvók viadala. Na, innentől most már tényleg disztópiák lesznek, itt van az Éhezők viadala első rész, az Éhezők viadala második rész Futótűz, és a harmadik rész a Kiválasztott. Itt van Szabad Tahirtől a Szunnyadó parázs, ez azt hiszem egyben fantazi és disztópia, azért illik ide. James, nem? Mi az? Rick Jancy-től a Rick Jancy-től az ötödik hullám trilógia, azaz az ötödik hullám, a Végtelen tenger és az utolsó csillag. James Deschner-től az Útvesztős sorozat, ennek az egyik előzménykötete a Halálparancs, másik előzménykötete a Last Code. Maga az Útvesztő trilógia, tehát az Útvesztő, a Tűzpróba és a Halálkúra. Itt van Charlie Higgsontól a The Enemy felnőttek nélkül, és az utolsó könyv ezen a polcon Martin Kay-től az Eastern első kötete. Na, harmadik sor, középső sor, Rick Riordan szekció következik. Hát annyira nem látszik, mindegy, ez ugye a Percy Jacksonokhoz készítettem ilyen saját tábori nyakláncot, ez a Percy Jackson bogyók, ezeket szerzi meg Percy is, és itt van egy kivételesen nem Aurora Candle-ös gyertya, ez Tall Tale Candle, ezt úgy kaptam még, ez nem magyar, ez a The Son of Poseidon gyertya. Nagyon jó illata van még mindig. Kezdjük a Batár nagy könyvekkel. Az első a Percy Jackson görög istenek kötet. Ezeknek nem vagyok biztos a magyar címében. Ugye az első az istenekről szól, ez a második pedig a görög hősök. Ez a görög hősökről. Ki nem találtuk volna. Van egy darab Percy Jackson képregényem, ez a Szörnyek tengere képregény változata. A Percy Jackson és az Olimposziak sorozat, a Villámtolvaj, a Szörnyek tengere, a Titánátka, Csata a labirintusban, és az utolsó Olimposzi. Az Olimposz hősei sorozat angolul, a The Lost Hero, a The Son of Neptune, a The Mark of Athena, a The House of Hades, és a The Blood of Olympus. A The Trials of Apollo sorozat első rész a The Hidden Oracle, második rész a The Dark Prophecy, harmadik rész a The Burning Maze, negyedik rész a The Tyrant's Tomb, és az utolsó rész ebben a sorozatban a The Tower of Nero. És ezzel ez az utolsó könyv is elvileg a Percy Jackson univerzumban. És az utolsó könyv ezen a polcon a Percy Jackson sorozat első része a Villámtolvaj, németül. Na ez az, amiből most nemrég elkezdtem olvasni, három fejezet után pedig kiakadt az agyam, hogy ezt most ne tegyem magammal, úgyhogy lehet, hogy ez örökké olvasatlan marad. Percy Polc első rész, és mindjárt jön a második része. Jó, akkor itt folytatódnak a Rick Riordan könyvek. Szintén egy aurórás gyertya, ez a sós karamella, igen. És egy ilyen poszeidónos táza. Kis köcsög, nem tudom. Akkor itt van a Magnus Chase sorozat, a Magnus Chase and the Gods of Asgard sorozat, az első rész a The Sword of Summer, második rész a The Hammer of Thor,
harmadik rész a The Ship of the Dead. Ezeken kívül van egy ilyen kiegészítő kötet a Nine from the Nine Worlds címmel. Itt vannak a King Krónikák, a Vörös Piramis az első rész, a The Throne of Fire tűztrónus második rész, és a harmadik utolsó rész pedig a Kígyó Árnyika, The Serpent's Shadow. Még egy kis Percy Jackson, mert abból sose elég, angolul is megvan az első három rész, tehát ez az első rész a Villámtolvaj, második rész a Szörnyek tengere, harmadik rész a Titánátka. Még néhány kiegészítő kötet, ez a Camp Half-Blood Confidential, ez a Percy könyvekhez, a Kane Chronicles, a Brooklyn House Magician's Manual, a Magnus Chase könyvekhez a Guide to the North World, és hát ez a Camp Jupiter Classified, hát ez valahol... Ez nem az Olympus hősége, hanem inkább a Trials of Apollohoz tartozik. Vagy ott valahol a kettő között játszódik. A helyzet az, hogy már nem emlékszem. És elvileg ennyi volt a Rick Riordan könyvekből. Hát ez ilyen romantikus ifjúsági polcnak indult, aztán elég vegyes köret lett, mert hát jó, a romantikus részben mint felnőtt romantikus könyvek is vannak, de... Más dolgok is becsúsztak, na, mert ide fértek föl. Van itt egy ilyen Harry Potteres kitűző. Jaj, továbbra is az egyetlen dolog, amit a stúdióban vettem, mert baromi drága volt. Anyukám, amit festett nekem, 9¾ vágányos kavics. A Harry Potteres varázspálcám, csak nem arra fókuszál, mindegy túl sötét nem fogja tudni befókuszálni. Illetve azt hiszem ez az utolsó Funko Pop a polcon. Harry Potter. Mivel ide fért föl, George R.R. Martintól a Tűz és Jég világa, Balogh Krisztinától a Világalakító mesék, kifestő és foglalkoztató könyv. Jobban belegondolok, ezt adathatnám unokat húgomnak firkálni. Aztán a Harry Potter stúdióban kapott official guide, olyan mindenféle behind the scenes dolgok. Ilyen van benne egy könyvjelző. Aztán ami nem is könyv, hanem újság, ez... Várjunk, hogy nem fénylik. Ez egy ilyen National Geographic különkiadás lovas, azért itt van, és mert ugye túl nagy, és nem fért volna a lovas polcra. Akkor John Green-től itt van a Csillagainkban a hiba, a Teknősök végtelen sora, a Papírvárosok, az Alaszka nyomában, illetőleg az én kedvenc John Green könyvem a Katrina köbön. Rainbow Rowell-től a Carrion trilógia, az első, vagy nem, Simon Snow trilógia, első rész Carrion, második rész Wayward Son, és a harmadik rész az Anyway the Wind Blows, és úristen, milyen jól néznek ki így együtt. Becky Arbeltálitól van itt még a Simon és a Homo Sapiens Lobby, Benjamin a Little Sands-től az Aristotle és Dante világ mindenség titkainak nyomával, fogalmam sincs mi a magyar címe, Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. Akkor a Sárkányok gyermeke trilógia, azt hiszem az a hivatalos címe magyarul, Zandra Regnértől, első rész az Elfek öröksége, második rész a Sötét jóslat, és a harmadik rész a Sárkányok titka. Van itt egy Jennifer Niven kötet, a Holding Up the Universe, Veled teljes a világ talán magyarul, Bauer Barbarától a Fényfestő, Jane Austen-től Mansfield-i kastély, Jane Austen-től az Emma, a Meggyőző érvek, a Büszkeség és balítélet, Megtöröm a sort egy Rainbow Rowell könyvvel, ami a Fangirl, és egy utolsó Jane Austen kötet az Értelem és érzelem. És ezzel a harmadik sor végére értünk, jöhet a negyedik sor. Na hát közben megnéztem, és az előző polcokról felvétel full zajos és sötét, de nem fogom újra venni. Mert már több mint a felén túl vagyok. Ez a polc, ez gyakorlatilag a Metropolis médiás könyveimnek fenntartott polc. Úgyhogy itt a, ez kiadó alapján van rendezve. Van itt két kavics. Még egy gyertya, ez a citromfű és gyömbér illatú. Még továbbra is aurórás. Van egy kép, de azt nem hozom közelebb. Na és akkor... Lane Kaberbolttól a Serkeny hívása, tök jó, árnyékolom a könyveket, de már nem érdekel. Jodie Taylortól a Semmi lány, illetve annak folytatása a Nem semmi lány. Johanna Színszalótól a Nap magja. Evie Wiltől a Ha minden madár énekel. Arkadyi és Boris Trugacki-tól a Nehéz Istennek lenni.
Lena Bastasic-tól a kapdalanyulat, Pavla Horákovától a valószerűtlenség elmélete, Petra Hulovától a mostohasors, Szergej Lukinyankótól a kvázi, T.J. Klumtól a ház az égszínkék tengernél, Emmy Itarantától a tiltott álmok városa, Szélesi Sándortól az ellopottról, José Antonio Cotrinától a Samhain aratása, Carlos Csernovtól a végtelen vetítés, Walter Tevistől a sokszavú poszáta, Jasper Forttól a monokróm, Teodora Gosztól az alkimista lányának különleges esete, ez egy sorozat első rész, akkor a Melchior Apothecarius sorozat első része az a Szent Olaf templom rejtélye, második rész, igen, Indrek Harglától, második rész a Kerekes Kút utca lidérce, harmadik rész a Hóhér lánya, Melchior sorozat utolsó része a Melchior és a Pirítai folytogató. És az utolsó könyv a legkisebb ezen a polcon, az Ablak Haldóra Torodzentől. Oké, a következő polc az gyakorlatilag a vaják polc, kivéve egy könyvet, ami nem vaják könyv rajta. Itt van, mivel hogy piros és passzol a több könyvekhez, egy kis londoni busz, vagy ilyen double decker kép. A könyv, ami nem vaják könyv, Palágyi R. Lászlótól az Éjkapu. A 0.5. rész a Viharidő, megint nem mondtam a szerzőt, ugye Andrzej Zabkowski. Az első rész az Utolsó kívánság, a második rész a végzett kardja, harmadik rész Blood of Elves, mi az? Tündevér. Negyedik rész a megvetés ideje. Ötödik rész a tűzkerestség. Hatodik rész a fecsketorony. És a hetedik rész, utolsó rész pedig a tó úrnője. Talán így van magyarul. Ha valamelyik címet rosszul mondtam a magyar verzióban, bocsi, tippelem ilyenkor általában legtöbbször. Következő polc, hát ez kvázi vöröspöttyös polc. Ahhoz képest, hogy nem szeretem a vöröspöttyös könyveket, na mindegy, de ilyen könyvmajképzős leginkább, nagyjából csak az van rajta. Még néhány gyertya, ez a gurulós málna illat, szintén Aurora, ez pedig a levendula és seava illat. Akkor van itt néhány képregény, egyik sokszerzős cserkeszterek, első része a Rettegjetek a Szent Nyávogótól, másik pedig, jaj, szegény, hogy meghajolt, másik pedig Noel Stevensontól a Nimona. Itt van a Holt Bailey krónikák sorozat első három része, a Cinder, a Scarlet és a Cress. Aztán itt van még a Luxen sorozat, az Obsidian, az Onyx, harmadik rész az Opal, negyedik rész az Origin, utolsó rész az Opposition. Itt van a Hamis Herceg első része, a Hamis Herceg, mi ez? Hatalom trilógia első része, a Hamis Herceg, az Egy birodalom végzete, To Kill a Kingdom, Alexandra Christo-tól, Susan E.-től az Angel Fall, Angyalok bukása, Christina Laurent-től az Autobiography, Egy fiús könyv, itt van Szélesi Sándortól a Kincsem, Rupi Kaur-tól a Tej és méz, illetve még Lori Gottlieb-től az Akarsz beszélni róla. Halleluja, már lassan a végére érünk. Ezen a polcon, ami az utolsó sort kezdi, mint láthatjátok, kevés könyv van, van egy rakat üres képkeret, amiket jobb hiány ide tettem, és itt maradtak, és még mindig nem vittem odébb, majd ha kiszorítják a könyvek, valami másik helyet keresek nekik. Itt van egy belga csokoládé illatosítású gyertya, amúgy ebbe így az ember bele akarna konkrétan harapni, és egy ilyen csoki tartó. Cookie jar. Na. Nem tudom annak mi a magyar megfelelője. Ezen a polcon ez a pár könyv. Az első Hien Seulitől. Jézusom, hogyha valaki tudja ezt, hogy kell kimondani, mert én nem tudom, és rosszul mondom, akkor bocsi. És David John-tól a lány hét névvel. Tamsin Muir-tól a Gideon a kilencedik. Beth Moritól az Igaz szerelem nem öregszik, Richard Ropertől az Élet mindig kínál második esélyt, talán azért, hogy azt is elszúrjuk. Hannah Beckermantól a Bárcsak elmondhatnám, Abby Jimenez-től a Barátnak tartalak, végül pedig Helen Hontól a Szerelem egyenlete. Igen, itt a rendezőelvet elfelejtettem elmélíteni, eredetileg ilyen felnőtt romantikus könyveket tettem ide per álomgyár, aztán még ez a kettő ide került, mert máshova se illettek jobban, vagy nem fértek, úgyhogy igen. Jó, a következő polc az elég kevés könyvet tartalmaz, bár az előző is, igen, mindegy, és ez ilyen krimi polc. Szóval van gyertya,
babahintőpor illatú, egy bödön kavics, egy bödön toll, illetve a másik Kindle tokom, ez ilyen matricás, de a Kindle-en most ilyen cuki rózsaszín van. Ezen a polcon van Claire McIntosh-tól az ICU, ez azt hiszem most jelent meg magyarul, vagy hamarosan megjelenik magyarul, Látlak címmel. Jó, aztán itt van Lucy Foley-tól a Vadász Party, Szabó Tamástól a Holdvíz, Harlan Coben-től a Senki fia, a Csellegő gyerekek sorozatból Shannon McGuire-től a Minden szív kaput nyit, illetve a Mély Beránt a Lápvilág. Ez a polc csak ennyi. És akkor tovább. Szintén egy gyertya ez a karamellás kafé latte. Újabb két kavics, illetve egy bödön dunai kavics. Lóherés kép. Ennek a polcnak abszolút semmi rendező elve nincs, így gyakorlatilag azok vannak, amik nem illettek máshova, vagy nem fértek máshova. Akár azért, mert méretben nagyon kiugrott volna, vagy egyéb okokból, vagy elkerült máshonnan, és ide tettem. Itt van Jó Katalintól a Boldogság forrása a kutya, Apa verses kötette a Csillaglélek, Ákodi Zsuzsától a Lélekrablók, Hang Kang-tól a Nemes teremtmények, Philip Pullman-tól az Úrsötét anyagai trilógia, az első része az Északi fény vagy Aranyiránytű, a második rész a Titokzatos kés, talán harmadik rész a Borostyánlátcső, Walter Tevis-től a Vezércsel, Stian Skaltól az Elveszett aranyváros keresése, Jojo Moyes-tól a Mielőtt megismertelek, Nicola Jung-tól a Nap is csillag, Becky Arbeltallitól és Adam Silverától a What if it's us, Madeline Miller-től az Achilleus dala, Natasha Nigantól a Girls of Paper and Fire, Neil Gaiman-től a Csillagpor. Ennek hosszú a sztoria, a lényeg az, hogy meg akartam venni a Percy Jacksonokat angolul, kemény táblásban, hogy passzoljanak az angol Rick Riordan könyvekhez. És ez nagyon nem egy olyan kiadás lett, amire én hittem, úgyhogy ez csak úgy itt van a polcon, itt tengődik, igazából nem számolom hozzá a többi könyvhöz. Ebből majd szerintem valami kreatív projektet csinálok, mert katasztrofálisan néz ki, felvételen nem fog szerintem annyira látszódni, hogy borzadály a minősége ennek a kiadásnak, de mindegy. Szóval ez így... Ez csak a helyet foglalja, de nem számítom saját könyv, vagy hát így a könyvgyűjteménybe. Még egy Neil Gaiman könyv, a Sosehol, Acsai Rolandtól a Csonthavazás, és a legutolsó könyv a sorban Rainbow Rowell-től az Almost Midnight. Nos, akkor ez lett volna az utolsó polc, de jó ferde lett. Ez volt akkor az idei polc túra, így néz ki jelenleg a könyves polcom. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!